itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Beszélgetünk, hanem beszéljük arra a szituációról is, amit eddig a legrátermettebbek is, a legfelkészültebbek sem. Cserkedek helyesen. Nem tudjuk kimondani azok a szavakat, amikor ez úgy nevezett szerelmi balansz. Oh,
szépen köszönöm. Káprázik a szemem, amint a képeket újraillesztgetem. Mosolyog roncsain lábújhegyen lépek, mint törékeny tárgyakon lép, de lát, ki részeg, ki részeg. Szív vagy, kifestett száj vagy, kifestett bimbója vagy te e világnak. Locsokat, kölcseket, mert cibálsz, mint egy gyermek, és mit épnéd szívedből, mit kérned senked. Ide bent megtalálsz, mindig is mondtam, a szív akkor is édes, ha a test már csak sódlan, és egy szót se szólj, csak olvasd a szememből, ha semmit nem hallgatok, így mesélek. Kér a lelkünk, fejünkre olvassa, miért nem fizettünk, csak az ajtól nem hallani, hogy mit szaval a végzet, homlokon falára írva az idézet, hogy ünnep volt az éjjel, káprázik a szemem, amint a képeket újraillesztgettem, mosolyog roncsain lábul egy elég, törékeny tárgyakon lép, de lát, mint törékeny tárgyakon lép, de lát, mint törékeny tárgyakon lép, de lát, ki részeg. Yeah.
Nagyon szépen köszönjük, hogy volt, hogy még már megvelek valaki című magyar népdal. Mi történt? Na, szóval mi baja volt azon kívül, hogy az út fölőrölte a szervezetét? Ja, hát az igen, itt 20-an mondja a Ori, hogy az út fölőrölte a szervezetét, már egy sok. Sok. Hát az anyagi támogatás az mindig úgy volt, hogy nem. Hát szerintem sokszor volt olyan, hogy nem is tudta pontosan, hogy volna milyen támogatásra, vagy forrásokra számíthat, vagy volt olyan, hogy... Az egy ismerős, például Molnár Gábor könyveket, nem tudom, hogy olvastál-e, nála Detto ugyanez volt a helyzet, hogy gyűjtött a múzeumnak, és akkor így várta, hogy majd na, valami. Na itt is ez, és hogy, vagy olyan is, hogy amikor ígértek neki támogatást, hogy el is küldték Magyarországról, akkor az ugye nem ért oda. Hát igen, vagy nem ért oda, vagy csak soká. Aha. Szóval, sok és hol halt meg, itt vagy? Igen, vagy Magyarországon. Aha. És szóval ettől meg ez, hogy állandóan a hidegben, akkor nem tudom, hogy szekérem, vagy lovaskocsival, vagy szánnal, vagy akármire, hogy szétrázta. Hát meg az akkori cuccok. Az... Elvileg mit is mondtak? Szerintem a gyomor TBC, vagy valami ilyesmi. Is kapott valami. Kimutatva, vagy ilyesmi. Uh-huh. Szóval azért. Ilyen több, ugye, több. Amikor hazajött, akkor volt Németországban is ilyen gyógykezeléseken, de nem nagyon lehetett. Hát szép sztori, én nem nagyon ismertem őt. Nem pihent soha, tehát amikor hazajött is, akkor ugye mindenki azt várta tőle, hogy azt a barom sok gyűjtött anyagot, amit hoz, azt elkezdi feldolgozni, meg rendszerezni, de hogy nem, hanem még utána akkor fogta magát, és akkor ment a Palócokhoz. Ott csinálta ezeket a antropológiai. Ez a koponya vizsgálatok, meg a többi ilyen? Én azt gondolom, hogy azt is csinált, uh-huh. is, de a Szibériában is hát csinált ilyen összehasonlító anatómiák. Uh-huh. A Palócoknál meg ott kezdett bele a fényképezésbe, és hogy a fényképeiről csak a leírások vannak, de azok nagyon alaposak, de ott le van rendesen a minden, a hímzés, hogy néz ki, az arc kifejezése, a hangulata, minden ilyesmi le van írva, csak a fejtek nincsenek meg. Uh-huh. Úgyhogy most ezt emlegetem, hogy azért, mint pár napja volt a Facebookon is egy ilyen összeomlás, hogy így a képet nem látok, csak a leírásokat. Igen. Csak a mi lehet a képen? Aha, igen.
Ja, igen. Hát igen, most digitális alapú egy csomó mindenkinek a képei, meg minden, hogyha az így, igen, hogyha ez így berottyan, akkor annak annyi. És ezt a térképészeti könyvet, ezt hol lehet beszerezni, vagy ez csak? Ki a szerző? Bocs. Gulyás Zoltán. Térképészeti. Jó, mert ide nem tudom, hogy mikor jövök. Vagy legközelebb, nem tudom, meddig vagyok itt, de hát ezek ilyen érdekel. Most nem tudom, mennyibe kerül, de ez még 3000 Hát az egy könyvér manapság, nem olyan. Ugyan egy ilyen A4-es formátum, vagy észre, csak ilyesmi, hogy kétten, vagy olyan. Na, majd megnézem holnap, ha lehet, vagy hogyha így van, van nukiba. És nem mivel foglalkozod egyébként? Hát, most igen, igen, végül is. Látom, lógatom a lábamat, élek bele a világba, mindenféle felelősség nélkül jövök meg. Úgyhogy művelődés szervező vagyok. Előtte meg biológia földrajz szakon tanári, de ezt nem fejeztem be. Meg mechanikai műszerész. Nagyon. Úgyhogy érdekel sok minden, csak most éppen ez a dolog. És itt laktok egyébként mindannyian, akik a múzeumban dolgoznak, nem? Hát így szerte szét az országban. És ezt hogy lehet csinálni, hogy itt a múzeum, és akkor... Hát ehhez kell egy ilyesmi életfelfogás, ugye, mint ami neked is. Meg egy jó autó, nem? Én járattal jöttem. Járat? Vonat? Vagy? Ha, vagy a busz. Busz? Hát a buszra általában nem tudok felkelni, mert 6.45-kor indul a Népliget. Mert ugye tudod, most van ez, hogy például a Természettudományi Múzeumot is Budapestre át akarják rakni. És egy csomóan... Nem cseréljünk helyet, mert fújja. Nem fújhatod nyugodtan, mert jó sokáig dohányoztam, úgyhogy nem fogok pillanatok alatt így össze. Még itt van, ha igen, bárja, akkor, még itt van, akkor lehet, hogy tudod, meggyengültem az úttól, vagy valami, akkor tudjátok hívni. De nem, szóval, hogy azért az egy nagy távolság. És mondjuk a kutatókat így leküldeni oda, az nem olyan, hogy így ingázol. Hát az Oli korábban... Már olyan munkakapcsolatba került, a térképészettel kapcsolatban. A múzeumban, én kimugrista vagyok én is, az elmúlt 4 évben Udmurtiában voltam magyar tanítani. Aha. Az egyetemen, meg amúgy is én Udmurt folklórral foglalkozom, mert azelőtt is sokszor voltam kint, és akkor engem valamikor tavasz kezdetén hívott az összer, hogy lesz az az emlékép, vannak mindenféle tervei, és hogy egy ilyen, meg ilyen, meg ilyen embert keresek, és akkor mondtam, hogy én kultúra vagyok, és akkor mondtam, hogy már másokkal is beszélt erről, és így többen ajánlottak engem, hogy keresek meg, és én azonnal elmondtam. És hogy jött ez neked, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni? Mert ez a finnugor dolog, ez örök, hát most nem túl divat, szóval hogy igazából viccet csináltak ebből egy ideje, hogy már ez lejárt, meg ez a finnugor okosság, és hogy mostanában inkább ezt a szítja magyar, nem tudom, dolgokat erőltetik, hogy ez a divat, és ez jött. Vagy érdekelt már mindig is. És... Igen. Annyira fura. Nem, én Szolnokba jártam gimbe, ilyen alapítványi iskolába, és akkor Szolnokon is van ilyen baráti kör, mint itt ezek a filmbarátok, és ők néha tartanak összejöveteleket, egyszer elhívták a Csepregi Mártát a feltéről. Ez akkoriban volt, amikor a Csepregi Márta is, meg a Kovács Zsófi, és a kisbabában, a hantiruhában. Itt volt az, ők is voltak akkor, diákokkal voltak a Mártáig egy ilyen hosszabb, vagy ilyen nagyobb lélegzetvételű gyűjtőúton, és akkor őt hívták el, és akkor ő ott a Szolnoki megyei könyvtárba mutogatott ilyen képeket, hogy néz ki a nemzemére a tajga, meg a tundra, meg nem tudom, hogy vénszarvasvágás, meg ilyesmi, és én 16 éves voltam, és akkor gondoltam, hogy jó lesz a Szibérián, akkor a jó hely.
de ez furcsa, hogy belevetted ezt a rénszarvas vágást, hogy ez hozta meg a kedvedet. Hát azért az egy... Olyan képek voltak, hogy a babák, hogy még nem tudom, hogy járni tud-e már, vagy valami, de hogy ott a fickoltuk a kipótuk a rénszarvasokat. Már emlékszik rá, én nem, de mindenkinek szoktam mesélni, hogy, hogy én állítólag oda mentem hozzá, és mondtam, hogy jól van, akkor majd megyek. És akkor magyarra jártam meg Singapore-ra, amikor elkezdtem, 2006-ban kezdtem el tanulni az IT-n, akkor volt, hát már ilyen finnugoros órákat, csak első éven elméleti tárgyak vannak, és akkor ez, én nem vagyok ilyen elméleti ember. Megértem, megtanulom, de hogy én, nekem ez jobban megy, hogy nekem nincsenek publikációim. Mi a gyakorlata ennek, várjál, mert most az, amit itt csinálsz, ez egy teljesen más. Ez gyakorlatilag szervezői munka, nem? Nem azt kell csinálnod, tehát a gyűjtés az nem feltétlenül erről szól, vagy erről, nem erről szól. Nem erről szól, de például ezt is ugye, ha most ezzel megbízol egy rendezvény szervező céget, meg lehet, csak hogy ehhez ismerni kell ezeknek az emberek mentalitását, az elvárásait. Fordítani nagyon az, sok. Hogy ide hívsz valakit, hogy mit sem én, egy orosz tolmácsot, vagy egy utazási irodát, aki oroszra utas vendéget, tehát találkozik, mert más típusú emberek jönnek. Abszolút speciális. Ja. Tehát a turista más történet, meg más idő. Tudjam azt, hogy ezt, hogy nekik a, nem tudom, a fellépési szokásuk, az igényük, hogy nekik igenis kelleni fog oklevél, mert az oroszoknak a számítők, ezt ilyen mappákba gyűjtögetik, hogy azért részt vettél a nem tudom én. Ja, hogy itt, aha, és akkor kellett akár szépen volna, csinálni ilyen. Mi kellett majd volna, ja, találok még rá időt. Igen. És a maga a terepi munka az hogyan zajlik, vagy ott mit kell csinálni? Terepi munka, hát mész a diktafonoddal manapság már, és akkor beszélgetsz. És akkor beszélgetsz, mit gyűjtesz te elsősorban, vagy mi a kutatási? Én, de alapvetően betegségekkel kapcsolatos jövőnek érdekelnek, népi gyógyászat. Ilyen. És nem akarok hülyeséget mondani, tudom, hogy itt ez, hogy folklór, meg ezek a dolgok, ezek a jelentéstartalma nem biztos, hogy az, amire én gondolok. Tehát, hogy ez benne van. Ez valami, igen, tehát ez a hogy mondjam, a népi tudás. Aha. Hát ez most abszolút hasznos, mert azért ez az, hogy mivel, hogyan gyógyítanak, meg ez a csalános sztori is érdekes volt, mert ez csak egy felhasználhatóság, ugye azt a csalán például egy olyan növény, hogy nem csak ruhát, hanem így gyógyászatba is, meg enni, meg nem tudom. Aha. Igen, és akkor ilyesmit, hogy milyen növényeket ismernek, mi az, ami milyen esetekben próbálkoznak még otthon, mikor fordulnak az orvoshoz, akkor ezek a régi, amit mondjuk Munkácsi Bernát a 1890-es években, vagy 1880-as, nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk 1890-es években gyűjtött, nem tudom, ráolvasásokat, vagy ilyen különböző hiedelmeket, hogy ha nem tudom én, nem tudom, hogy a ártó szellemek ellen valami apró szemű maggal kell körbeszúrni a házat, nem tudom, mággal, darával, akármivel, ez itt is van egyébként, vagy volt. Hogy mondjuk ilyenek, hogy ezekből mennyit ismernek még ma, milyen esetekben használják a... Tehát, hogy ez a való mostani, mai életben ez működik. Igen, és akkor én ilyeneket próbálok, hogy különböző generációkat, az idősökkel is beszélni, meg mondjuk az én diákjaim, korú emberekkel is mutatni azt, hogy változik. Uh-huh. És tehát mi a tapasztalat, mi az átlag, hogy ez így felejtődik. Tehát, hogy gondolom szóval az nem, egész úgy, ahogy... Van egy soha véget nem érő doktori képzésem, mert hogy én nekem vannak anyagaim, amikkel még semmit nem csináltam, tehát nekem is fájlok vannak, akkor azóta, hogy belekezdtem, hogy van egy csomó ötletem, hogy mit kellene más, vagy ilyesmi, nincsenek publikációim, melyet sem tudom leírni, fogalmam nincs, hogy ezt kell elkezdeni.
És, de ugye más is úgy kezdtem, hogy valahogy elkezd, és akkor formálódik. Hát igen. Szóval ilyen, és akkor, amikor én elkezdtem tanulni, akkor mondom, csak elméleti óraink voltak, és akkor én nagyon akartam igazi filmugorok közé menni. Két lehetőség volt abban azon a nyáron, ez 2007 nyarán. Az egyik az a Észtországban egy folklórfesztiválra mentek. Mi volt az? Valami bogár. Jajjaj. Észtországban mentek egy folklórfesztiválra, mert volt nálunk ilyen észnéptáncok fakultatív kurzus, ilyen szabad felnőttes kurzus, és akkor ők mentek oda. Oda is lehetett volna menni, vagy Udmurtiában is ebben az egyetemen, minden évben, már most, hát talán most volt 12. vagy 13. tehát most zajlik, minden évben van Udmurtiában és Kultúra Nyári Egyetem. És akkor oda lehetett menni. Ez ugyanúgy lehet rá pályázni, tehát ez ilyen államközi, Oroszországon, Magyarország közötti államközi megállapodás lehet összeméget kapni rá, és akkor én elmentem oda egyszer, utána még háromszor, aztán amikor elkezdtem doktorival járni, akkor Mi sinna Nadezhda, Andreev Alexey, и сюда надо вот сюда да написать куратор Ирина Петухова. Куратор, чтобы я, да, куратор. Угу. Добавить ещё. Hát persze, ha nem ejted le, meg nem vágod, hogy ez szándékos, akkor sokáig tartja volna. És hogy mindig jó az aksia, vagy lecserélve? Az aksia kérlek szépen két napig bír. Ja, mi? Mi? Még így 6 évesen is két napig. Úgyhogy ha egész nap, mit tudom én, nézek rajta bármilyen filmet, vagy valamit, így is még két napig bírja. Én nem cseréltem ki, mert hát, ami két napot bír 6 évesen, az még... Ennyi. Gyertek, jó, nagyobb. Vagy ide még oldalra kárfélt.